Sziasztok, Anzsi vagyok. Megkérdeztem tőletek, hogy szeretnétek-e, ha a doktor ötkeres recepteket próbálnék ki, és nagyon nagy többségében azt mondtátok, hogy igen, jó lenne, úgyhogy ez lesz az első receptem, amit kipróbálok, és ez egy meggyes pite lesz. Nézzük is, hogy mi is kell hozzá a recept szerint. Tehát ezt a meggyes pitét fogjuk elkészíteni doktor ötker recept ajánlása alapján. A hozzávalók az 200 g margarin. Ez a margarin nyugi nem sajt, csak mivel nem szobahőmérsékletű, így lereszeltem, és így könnyebb lesz majd kihabosítani a cukorral. 200 g cukrot ír, viszont én 13 g cukrot, 130 g cukrot használok, mivel a 200 g-ot én egy kicsit sokallom ebbe. Egy tasak Dr. Oetker vaníliás cukor, itt van. 6 darab tojás, emmes, ezt majd külön kell választani sárgájára és fehérjére. 300 g búzaliszt, egy csapott teáskanál sütőpor, és 300 g magozott megy. Na már most ez nem 300 g, csak 275, ennyi van egy befőttes üvegben, ezért én külön nem nyitok ki egy újabb befőttes üveget, de szerintem ennyi is bőven elég lesz hozzá. Na szóval, a recept azt mondja, hogy kell még a díszítéshez porcukor és vaníliás cukor keveréke is. Tehát a recept úgy szól, hogy a margarint a cukorral, vanillin cukorral és tojássárgákkal habosra keverjük, majd hozzáadjuk a sütőporral elkevert lisztet, és további 2 percig keverjük. A kemény habbá vert tojásfehérjét óvatosan beleforgatjuk, majd a tésztát sütőpapírra bélelt tepsiben, körülbelül 25x30 cm, egyenletesen elterítjük. Megszórjuk a kimagozott meggyel, majd megsütjük. Ha pedig kihűlt, vanillin cukros porcukorral meghintjük. Azt írja, hogy alsó-felső sütés 175 fok előmelegítve, és körülbelül 40-45 perc lesz a sütési idő. Nekem nincs alsó-felső sütésem, úgyhogy én légkeveréssel fogom ezt megcsinálni 170 fokon, és ugyanúgy egy olyan 40 percig fogom majd sütni. Na, tehát az első dolog, hogy a sütőport elkeverjük a liszttel. Hogyha megvan a liszt, akkor jöhet a vaj kikeverése a cukrokkal és a tojás sárgájával. Úgyhogy először is szétválasztom a tojásokat. Tehát megvan a tojások szétválasztása. Én most a fehérje felverésével kezdem, és így nem kell elmosni a habverőnek a kanalát. Mint hogyha a sárgájával kezdem, akkor el kell mosni, és utána verhetem a fehérjét. Szóval előbb felverem a tojás fehérjét, és már most bekapcsolom a sütőt 170 fokra. Megvagyunk a tojások kemény habjával, tehát jöhet a sárgájával a cukor, a vaníliás cukor és a vaj. Tehát, ha ez megvan, akkor azt írja, hogy további 2 percig keverjük, miközben hozzáadjuk a lisztet. Most pedig bele kell forgatni a habot a tojásba. Úgy kezdem, hogy körülbelül felét belekeverem, ugye, mint egy rendes piskótának, úgymond fellazítom ezt a tömény vajas lisztes keveréket, és utána adom hozzá a többit, mert nem túl egyszerű elkeverni. Hogyha pedig nagyjából fellazítottam, jöhet a többi hab, és megpróbáljuk óvatosan összekeverni. Nem mondom, hogy egyszerű lesz, mert még mindig elég tömör, úgyhogy majd meglátjuk, azért próbáljuk meg óvatosan. Összekevertem, igaz, hogy a karom kiállt, mert nem volt egyszerű, és akkor most ez mehet bele a tepsibe. Így. Azt írja, hogy egy 25x30-as tepsi, hát ez most egy 20x30-as, de ebben is elvész a tészta. Na, majd meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle. Szépen egyenletesen elterítjük a tálban.
És akkor most annyi a feladatunk van már, hogy a lecsöpögtetett medgyet rászórjuk. És mehet is be a sütőbe. 35 perc után még nem az igazi a teteje, szóval még nem pirult meg, úgyhogy nagyon-nagyon fehér, úgyhogy én még hagyom körülbelül egy ilyen 10 percig bent a sütőben. 45 perc után ilyen szép piros lett a teteje, úgyhogy érdemes 45 percig sütni. Most megvárom, míg kihűl, aztán pedig felvágom. Elkészültem a medgyes pitével. Megmutatom, mennyi maradt belőle. Én még nem kóstoltam meg. Amint kész lett, Krisztián rájárt, és már csak a fele van meg belőle. Konkrétan ennyi lett az egész tepsi sütiből. És ő azt mondta, hogy nagyon finom, úgyhogy itt az ideje megkóstolni, hogy tényleg. Egyébként az állaga kicsit ilyen keményebb, kicsit ilyen szivacsosabb jellegű, szóval nem konkrétan egy piskóta állag, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen. Mondjam, hogy nagyon finom. Egy icipicit szárazabb, mint kellene. Viszont ettől több cukrot nem szabad beletenni, ez pontosan elég a medhez. Különben nagyon-nagyon édes lesz. Remélem, hogy tetszett a videóm, és ti is el fogjátok készíteni. Szerintem ez megéri elkészíteni, és finom is. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jó étvágyat, sziasztok!